A koronavírus megjelenése nem csak az emberek mindennapjaiba hozott jelentős változást, komoly hatással van a gazdaság különböző szegmenseire, így többek között az ingatlan piacra is. Az elmúlt hetekben bevezetett korlátozások és intézkedések miatt sok eladó döntött úgy, hogy nem mutatja meg ingatlanát. A kereslet is igencsak lecsökkent a megyeszékhelyen, csak azok érdeklődnek, akik valóban lakást szeretnének vásárolni, mondta Baranyai József, az egyik EGRI ingatlan iroda vezetője. Hozzátette, habár az ingatlan forgalmat mérséklődés jellemzi, az árakat tekintve még nem történt jelentős változás. A kereslethiány az előbb-utóbb egy árcsökkenést fog generálni. Ez nem jelenik meg azonnal, mert nem úgy jelenik meg az ingatlan árcsökkenés, hogy van egy ilyen válság, és ez elindult, és már is csökken, hanem ha csökken a kereslet, akkor előbb azok az ingatlanok fognak elkelni, akik engednek az árból. És ez az engedmény a hirdetési árakban szerintem egy jó 6 hónap körüli időszakban fog megjelenni, tehát nem azonnal. Az ingatlan iroda vezetője elmondta, az albérlet piacon robbanásszerűen megnőtt a kínálat az elmúlt időszakban. Ebben nagy szerepet játszott az iskolák bezárása, az idegenforgalom és az ehhez kapcsolódó vállalkozások leállása, valamint az átmenetileg munkanélkülévé vált albérlők távozása is. Baranyai József elmondta azt is, az ingatlan irodák szempontjából fontos változás lépett érvénybe a járvány hatására, most már online is lehetővé vált a szerződések megkötése.